helyzet állt elő, hogy közel 30 szakszervezet támogatja a mai akciónkat. Nagy létszámban látom az Egyesült Villamos Energiaipari Dolgozó Szakszervezet Szövetségének tagjait. Sziasztok! Szevasztok, kedves barátaim! Elsőként engedjetek meg egy gratulációt. Ti vagytok azok, akik nem érveltek azzal, hogy a munkavállalókért való fellépéstől félnek. Ti bátrabb vagytok, idejöttetek, és köszönet és gratuláció nektek. Miért jöttünk ide? Nagyon sok okunk volt már és régen. De most az utóbbi időben a kormány elkövetett jó néhány olyan hibát, sőt bűnt, ami a munkavállalókat rendkívül mértékben sérti. Sérti az, hogy a szegényházi megoldásként alkalmazott kafetéria rendszert is megadóztatja. Majdnem a bér színvonalán adóztatja és járulékoltatja. Azt gondolom, hogy a kormány, amikor ezt a hibát elköveti, csak a költségvetésre, csak a büdzséjére gondol, és nem gondol az emberek zsebébe, amelyikből kiveszi ezt a egyébként is szegényházi megoldásból származó pici nettó jövedelmet. Ez a kormány úgy gondolja, hogy rólunk, nélkülünk dönthetnek. Úgy gondolja, majd ő megmondja a tutit, hogy mi a jó nekünk, és mi a nem. És mi majd ezt birkaként tűrjük. És még hangosan végesünk is hozzá. Nem vagyunk birkák! Nem vagyunk birkák! Nem vagyunk birkák! Nem vagyunk birkák! A Liga 2015 évre vonatkozó bérmegállapodási javaslatára még csak válasz sem érkezett. Pedig tűrhetetlen, hogy Magyarországon a minimálbér alacsonyabb, mint a hivatalos létminimum. Béremelés! 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 Jelenleg munkatársaim jelentős része él minimálbérből, illetve garantált bérminimumból. Köztük azok a kollégák, akik a nemzetünk kultúráját szabadon hozzáférhetővé teszik a társadalom számára. Követeljük a valódi érdekegyeztetést. Követeljük a dolgozók megbecsülését. Magyarországon ma hozzávetőlegesen 3,2 millió ember létminimum alatt él. A minimálbér nettó összege 20 ezer forinttal marad alul a létminimumon. Ez bérlázító. A miniszterelnök bejelentette, 2018-ig el akarja törölni a munkanélküli segélyt. Munkás ellenes! Munkás ellenes! Legyen a munka világában tárgyalás, párbeszéd és diktátumok helyett legyenek megállapodások! Megállapodás! Megállapodás! Ha ezekben a kérdésekben nem engednek, akkor visszajövünk. Sőt, valószínű tovább megyünk. Gratulálok még egyszer!